Beszéljünk a talajjavításról. Amikor véget ér egy építkezés, és az új lakók kertrendezésbe fognak, gyakran szembesülnek azzal, hogy a talaj minősége nem megfelelő. A törmelékkel, építési anyagokkal szennyezett földet látva, sokan a talajcserében látják a megoldást. Ez azonban igen költséges eljárás, és sokszor felesleges is. Mit tegyünk, ha nem szeretnénk elhordatni a földet, de alkalmassá tennénk a kertészkedés céljára? A talajjavítás szükségessége az nem kérdés egy építkezés után. Hogy mekkora mennyiségben költünk rá, és milyen beruházást fogunk elvégezni, sokszor ezt a pénztárca szabja meg. Én nekem mindig az a véleményem róla, hogy ha nem szükséges, akkor ne hordjuk ki a kertünkből a talajt, mert úgysem fogunk tudni igazán termőtalajt vásárolni. Vagy ha csak egy 5-10 centit töltünk be vissza a helyére, azzal a megoldás nem született meg, csak egy felszíni tiszta réteget tudunk belevinni. A talajjavítás az nem ott kezdődik, hogy 40-50 centin kihordjuk a talajt. A talajjavítás ma már nagyon egyszerű eljárással történik. Ezek zsákba zárt kis talajjavító gombák és baktériumok, szerves anyagok, tápanyagok, amik ezt a műveletet elvégzik. Egy talajt nagyszerűen meg tudunk javítani, hogy a talaj ereje visszajöjjön, hogy egészséges gyepet, kertet tudjunk rajta nevelni. Aztán van egy olyan folyamat, amikor szükséges, hogy a talajt megjavítsuk, például nagyon kötött, akkor homokot, tőzeget keverünk bele, vagy hogyha nagyon homokos, esetleg kötött talajt juttatunk bele, az egy fizikai hatást vált ki nála. A talajjavítás kizárólag ezzel a módszerrel még nem történik meg. Felmerül a kérdés, hogy valóban hatékonyabb és egyúttal gazdaságosabb megoldás is a talajcsere helyett fizikai, illetve speciális anyagokat tartalmazó biológiai eszközökkel javítani a talaj minőségén. Netán a fizikai és biológiai módszerek kombinációjával. Kijelenthetem, hogy ez a legköltséghatékonyabb módszer, amikor zsákba visszük be a kertbe a talajjavítókat, és nem kell felvonultatni hatalmas gépparkot, nem kell feltúrni a kertet, hanem csak egyszerűen elhintjük, belekeverjük a meglévő talajba, és idővel kifejti a hatását.